Köszönöm szépen, Attila, a szót. Mindenkit üdvözlök, jó estét kívánok, sziasztok. Találkoztunk 2 héttel ezelőtt, amikor a Nemzeti Köznevelési Portálon megmutattam a tankönyveket. Apró digitális fortélyokra próbáltam felhívni a figyelmet. Megmutattam az okos feladatokat, a digitális kiegészítőket, hogy mikkel egészítettük ki a tankönyveket. Elmondtam, hogy 60 közismereti tankönyv van fönn, és ezen kívül van még 6 darab esenis tankönyvünk is, és 10 szakiskolás tankönyvünk. Megpróbáltam az egész portálról egy ilyen összetett képet bemutatni, és az az igazság, hogy ez a portál még ennél is sokkal többet tud, mint amit én 2 héttel ezelőtt elmondtam róla. Tehát a tanároknak is, és a diákoknak is sokkal többet nyújt, és ez a mostani előadásból fog kiderülni, ugyanis regisztrációt követően megnyílik a lehetőség arra, hogy csoportokat hozzunk létre, osztálycsoportokat hozzunk létre. Ezekben az osztálycsoportokban ki lehet osztani azokat a feladatokat, amit én megmutattam 2 héttel ezelőtt. Vissza lehet szedni a feladatokat, értékeléseket lehet követni, üzeneteket lehet írni, sőt, feladatokat lehet, 25-féle feladatot lehet ebben a rendszerben készíteni. És ahhoz, hogy ezzel megismerkedjünk minél alaposabban, megkértem Bélát, aki a rendszernek a tervezője, hogy együtt mutassuk be, ugyanis sokkal érthetőbb lesz az, hogyha van egy tanár, és mondjuk egy vagy két diák itt a csoportban és itt a webináriumon, mert akkor láthatóvá válik, hogyha a tanár kiad egy feladatot, akkor utána meg tudjuk mutatni a másik oldalát is, hogy milyen az, amikor a diák azt megkapja. Én át is adom a szót Bélának, ő fogja a rendszert bemutatni, és a mostani webináriumon ő lesz a tanár, tehát ő adja a feladatokat, én pedig két diák leszek, diák Dénes és diák Diana, és én fogom azt megmutatni, azt az oldalát, hogy milyen az, amikor egy gyerek otthon ül és megkapja a feladatokat, és láthatja a rendszert. Úgyhogy akkor én kikapcsolom a kamerámat, átadom a szót Bélának, és hát kezdjünk bele. Üdvözlök mindenkit! Anetta, jól hallasz? Igen. Jó, akkor feltételezem, hogy mindenki. Gábor Béla vagyok, ahogy már bemutatott Attila és Anetta. A Nemzeti Köznevelési Portálon regisztráció után elérhető nagyon sok funkció. Ezek a funkciók a regisztráció után itt ebben a menüpontban, valaki go-free menüpontnak hívja, valaki 9 pontos menünek, tulajdonképpen itt látható. A mai délutánon a tanulócsoportokat szeretnék bemutatni, illetve az üzeneteket, és ha még lesz időnk, akkor a tartalomtárba is bekukkantunk. Tanulócsoportok nagyjából, aki már használt Google Classroom-ot, illetve Microsoft Teams-et, vagy valami hasonlót, akkor ahhoz nagyon hasonlatos funkcióval fog találkozni. Ha bejelentkezik a rendszerbe, egy új tanulócsoportot hozhatok létre. Tanulócsoport létrehozásának az a feltétele, hogy a profil lapon felvegyek egy intézményt, ahol én dolgozok. Viszonylag egyszerűen oda tudunk ugrani, ez egy általános profillap, egyébként innen is elérem a saját profilom nevezetű menüpontból. Itt be vannak töltve az intézmények, és innen ki tudok választani egy intézményt, például ezt választom, és ezt hozzáadom ide a listába. Lehet látni, több intézményt is hozzá lehet adni, ez azért van, hogyha valaki több intézményen dolgozik, több iskolában dolgozik, akkor lehetőség legyen minden iskolában csoportot létrehozni. Kiválasztottam az iskolát, visszamegyek a menüpontba a tanulócsoportokhoz, és ha most megnyomom a gombot, akkor lehet látni, hogy egy másik dialógus ablak jött be, és itt kiválaszthatom azt az iskolát, ahová szeretnék csoportot. Itt megadom a csoportnak a nevét, itt bármit lehet, később is lehet változtatni, megadtam a táltosok 5B osztályt, és létrehozom a tanulócsoportot. Az aktív tanulócsoportok itt ezen az ablakon
fognak megjelenni. Egy tanulócsoportot viszonylag könnyen tudunk törölni, ha meguntuk, rá kell nyomni, és akkor egy kérdést azért feltesz a rendszer, hogy biztos vagyok-e benne, hogy én ezt most törölni fogom. Látható, hogy tanárként, illetve diákként is tudok csoportban szerepelni. Ez mondjuk azért jó, hogyha egyéb csoportot csinálunk mondjuk tanároknak vagy szülőknek, akkor lehet valaki tanár, és lehet valaki diák. Aktív tag vagyok ebben a csoportban. Ha ide rákattintok, akkor bejön maga a tanulócsoportok felület. Egy üzenőfallal kezdünk. Erre az üzenőfalra bárki írhat, aki a csoportban tag. Később majd ezt bemutatjuk. Itt lehet feladatokat kiosztani, meg lehet nézni az eredményeket, csoporttagokat itt lehet megtekinteni, illetve csoportmappák is vannak, ahová könyvtárakat, mappákat lehet készíteni és felhúzni fájlokat. Ahhoz, hogy legyen egy csoportunk, akkor meg kellene hívni valakit. Segítségemre van Diák Dóra és Diák Dénes. Itt megadva Diák Dóra. kukac.nkp.hu. Megtalálta a rendszer, és a meghívót kiküldjük. Ahhoz, hogy meg tudjunk hívni valakit, annak már itt regisztrálva kell lenni. Ez nem úgy működik, hogy kiküldünk valakinek az e-mail címére, és majd aztán regisztrál. A rendszer jelenleg úgy van megoldva, hogy már regisztrálva kell lenni annak az illetőnek, hogy meg tudjuk hívni. És a meghívót kiküldtük, és akkor átváltunk Diák Dórához, vagyis Anettához. Most akkor az én képernyőm látható, ugye? Nem, ez is Béla. Igen. Jó, köszönöm. Tehát látszik, hogy én itt vagyok Diák Dóra, bejöttem az nkp.hu-ra, és itt a kis csengő mellett van egy értesítésem, akkor megnézem. Hogy mit szeretne tőlem. Egy pillanat, szerintem ráfrissítek, mert én már voltam itt korábban. És igen, itt van az értesítésem, egy csoport meghívóm érkezett, rákattintok a csoport meghívóra, és látom, hogy az 5. B táltosok csoporttól kaptam egy meghívót a csoportba. Itt a meghívást visszautasíthatom, vagy a tagságot elfogadhatom. Természetesen, hogyha én egy 6. C-s gyerek vagyok, akkor praktikus, ha visszautasítom, amúgy pedig a tagság elfogadása gombbal belépek a csoportba. Itt látható, hogy akkor már én a diák vagyok, ahogy az előbb én elmondta, ő tanár volt, és aktív tag vagyok, és ha rámegyek a csoportomra, akkor itt ugyanazok a menü pontok jelennek meg, mint Bélánál, tehát én is tudok majd üzenni, feladatokat kapni, eredményeket látni, és a csoporttagokat is láthatom majd. Kedves Anetta, küldj el nekem egy üzenetet, hogy lássuk, hogy ez működik, ez a funkció. Bekattintás. Jó, akkor én átváltok az én lapomra, és benézek az üzenőfalra, és megjött az első üzenet. Azért küldök egy üzenetet, hogy meg tudjam mutatni, hogy amennyiben egy tanár küld üzenetet, akkor egy kis ikon fog itt megjelenni, a diákoknak ez az ikon nem jelenik meg, illetve a tanár tudja moderálni ezeket az üzeneteket, illetve törölni is tudja, a diákok üzeneteit is tudja moderálni és törölni. A csoporttagoknál megjelent Dóra, mint aktív tag, itt tudok valakit kiszedni a csoportból. Ahhoz, hogy működjön a csoport, meghívok még egy tagot, ő pedig Diák Dénes. Dénes. Jó, meghívó küldése. Neki is meghívtam. Őt most nem nézzük meg. Várjuk, hogy a meghívó kiküldve, várjuk, hogy Dénes elfogadja.
és ha lehet, ennek sikerül átjelentkezni a másik felhasználóval, akkor igen, őnek is megérkezett. Frissítés, please. Igen. Ott van. És akkor már két diákunk lesz a csoportba. A frissítés után látható, hogy két aktív tagunk van. A tagoknak innen tudunk közvetlenül üzenetet küldeni, üzenetküldés a kiválasztott felhasználóknak. Erre a gombra nyomva itt egy tárgyat megadunk és egy üzenetet, aztán ezt elküldjük, ezt a végén majd megmutatjuk, mert ez az üzenet az üzenetküldő modulba kerül be. Nézzük a feladatokat. Talán a legfontosabb rész az, hogy itt feladatokat tudunk kiosztani. És milyen feladatokat? A létrehozás gombon azt lehet látni, hogy okos feladat. Ez a rendszerben lévő interaktív feladat, amiből 25 fajta feladatunk van, feladattípusunk, illetve van okos feladatsor, ami pedig állhat több okos feladatból. Okos feladat vagy interaktív feladat, mi okosnak hívjuk itt minden okos. Az új szöveges feladat az egy feladat, aminek adhatunk szöveget. Tulajdonképpen ez egy nyílt végű feladat, ahová a diákok is választ tudnak adni, fel tudnak tölteni fájlt. Van a készítés, az okos feladat és az okos feladatsor készítése. Ezt nem mutatjuk meg, csak nagyon érintőlegesen, mert a 25 féle okos feladat elkészítése az egy másik webináriumot is megér. Az első, kiválasztunk egy okos feladatot. Itt láthatóak a saját feladataim. Tehát amikor regisztrálunk a rendszerbe, és tanárként vagyunk a rendszerbe, akkor megjelennek a feladat készítési funkciók, és innentől már saját feladataim is lehetnek a rendszerben, illetve a közzétett feladatok, ami az oktatási hivatal által közzétett feladatok, jelenleg 14 ezer feladat van, több mint 14 ezer. Itt van egy szűrő, mivel ez egy ötödik évfolyam, akkor próbálkozunk az ötödikkel, és talán ez egy mondjuk egy történelem csoport, akkor próbálkozunk a történelem feladatokkal. Kiosztok egy feladatot, ez ennyi, hogy itt kiválasztom ezt a feladatot. Utána meg kell adnom a címét. A kiválasztott elemnek az eredeti neve az volt, hogy utolsó Árpádházi uralkodók, de én ezt meg tudom itt változtatni, ha gondolom. Illetve meg kell adni, hogy milyen megosztást szeretnék itt ennek a feladatnak. A megosztás vagy kiosztás. A megosztás az azt jelenti, hogy találtam egy feladatot, és meg akarom osztani, de nem akarom osztályozni, nem akarom bekérni időre, határidőre, csak megosztom, mint egy érdekes feladatot. A gyakorló kiosztásban kiosztom a gyerekeknek, a diákoknak, és be tudok állítani ehhez akkor időt is. A gyakorló feladatnál a gyerekek meg tudják nézni a megoldást. A vizsgakiosztás, ez az ellentéte a gyakorlónak, ugyanígy be tudok állítani időpontokat és pontszámokat és határidőket, de a végén nem tudják megnézni a gyerekek a megoldást, csak beküldik. A legegyszerűbb, az egy egyszerű megosztás. Itt látható ettől, látható eddig, a megosztásnál is működik az, hogy mikortól látszódjon, és megszűnjön ez valamikor, ez a megosztás. Itt tartottunk, hogy feladatot kellene közzétenni. Kiválasztottam, hogy 5. osztály, kiválasztottam, hogy történelem, és itt van az utolsó Árpádházi uralkodó, és én ezt hozzáadom. Ekkor itt a címet meg lehet változtatni, megosztás, gyakorló kiosztás, vizsga kiosztás, ezt elmondtam szerintem még az előbb. Egy sima megosztást választok, itt határidőkben vagy beírom, hogy látható ettől, látható eddig, vagy ezt így hagyom, és akkor egyből meg fog jelenni a diákoknak, illetve még egy további leírást is adhatok.
további leírást, illetve itt kiválaszthatom alul, hogy mindenkinek szeretném elküldeni a csoportban, vagy csak egy adott felhasználónak, illetve kijelölt gyerekeknek. Most itt nem választok ki nevet, ekkor az egész csoportnak fog szólni a kiosztás. Most elmentem, és sikeres mentés, megjelent a feladatok között az első feladat. Ez egy megosztás, ez itt a tanári nézet. Itt van egy kereső. A keresőt akkor lehet igazából jól használni majd, hogyha több feladatunk van. Itt, illetve vannak szűrők itt fönt jobbra. A legfontosabbak az egyszerű megosztás, gyakorló vizsgakiosztás, okos feladatsor, illetve szöveges feladatra lehet szűrni. Rászűrök erre, nincs okos feladat, ezért kiírja, hogy nincs találat, vissza okos feladat, illetve egy hónapnyi szűrés van beállítva itt ebben a szűrőben. A szűrők megszüntetése viszonylag gyors, ide rányomok, és akkor megszűnik a szűrő. Ha megnézzük, hogy a Dóránál, illetve Dénesnél mi a helyzet, átadom Anettának. És akkor a két bármelyik tanulónál, mondjuk Dénesnél, meglátjuk azt, hogy megérkezett egy megosztás. Igen, az utolsó Árpád-házi uralkodók feladat érkezett Déneshez. Rákattintottam az értesítésekbe, láttam, hogy jött egy feladatom. Ezeket még korábban osztotta ki nekem a tanár, és akkor erre rá tudok itt kattintani, és megnyílik nekem a feladat, indíthatom a feladatot, és elkezdhetem megoldani, hogy az uralkodókat. A sima megosztáshoz azt kell tudni, hogy itt nem várunk el a gyerektől semmit, csak kiosztunk neki egy feladatot, hogy gyakoroljon ezzel. Jó. És akkor én ezt gyakorolgatom. Jó. Okay. Jó. Itt a diák saját magát le tudja ellenőrizni. Itt látható az ellenőrzés pipa, újra tudja kezdeni, meg tudja nézni azt, hogy jó-e a megoldás, azt is meg tudja nézni, ha nem jó, és akkor esetleg hol lehetett volna utána nézni. Itt van az, hogy hol tudok utána nézni, kérem a választ, vagy folytatom, és ha hol tud utána nézni, pontra rákatint, akkor a tankönyv megfelelő részéhez tud elnavigálni nagyon gyorsan. Visszaveszem a képernyőt. Rendben. És kiosztok egy feladatot, de most már gyakorlásra. A közzétett feladatok közül, itt az ötödik osztály és a történelem, a kunok nevezető feladatot fogom gyakorló kiosztásban. Gyakorló kiosztás, határidők, pedig itt a leadás határideje is megjelent, illetve a lejátszások maximális száma. Ez azt jelenti, hogy a határidőig hányszor próbálkozhat a diák. Tehát itt beállítok mondjuk egy határidőt, itt most ez a mai dátum, de értelemszerűen mondjuk adom a holnapi napot, és ha ide beállítom azt, hogy 2, akkor 2-szer próbálkozhat, 3-szor, 4-szer, 5-szer. Viszont ha azt állítom be, hogy 0, akkor meg végtelenszer próbálkozhat, amíg el nem jön az időpont. Hát a végtelent nem biztos, hogy érdemes, de mondjuk egy viszonylag magas számot érdemes. Ha most beállítjuk mondjuk 2-re, akkor meg fogjuk látni, hogy mi lesz ennek az eredménye. Elmentjük. Még egyszer megpróbáljuk. Remélem, csak annyi a problémám, hogy igen, ezt minden kiveszem, megpróbálom még egyszer. Igen. Oké. Már. Jó, megpróbálom még egyszer előről. Jó, ezt elmentettem. Itt van a kunok nevezetű feladat, ez egy gyakorló kiosztás, és itt látható a tanárnak az, hogy két diákon van, a
és abból még senki nem adta le. Leadva nulla. Átadom a Nettának. Rendben, én most Dóra nevében jelentkeztem be, és látom, hogy a Kunok című feladat érkezett nekem, úgyhogy rákattintok, látom, hogy mi a kezdő időpont, látom, hogy ezt most bármeddig megcsinálhatom, és azt is látom, hogy egy alkalommal oldható meg, úgyhogy elindítom a feladatot, és megoldom a feladatot, ellenőrzöm a megoldásom. Tökéletes, végeztem, úgyhogy elküldöm a tanár számára a feladatomat. Tehát meg lehet nézni. Igen. Az eredmény megtekintésénél, hogy látható, adott-e már. Igen. Igen, hogy adott-e látható már. Látható egy értékelés. Igen. Tekintése. És látom, hogy ez egy 5 pontos feladat volt, és én ezt 100%-osra teljesítettem, tehát 5 pontot kaptam rá. Szöveges értékelést még nem látok itt. Ezt akkor fogok látni, hogyha a tanár is látta az én feladatomat, és odaír nekem valamit. Mondjuk ez egy rémisztően egyszerű feladat volt, tehát óriás nagy visszajelzésre nem gondolok, hogy majd érkezik, de esetleg egy smiley vagy egy gratuláció lehet. Egy bonyolultabb feladatsornál egyébként van jelentősége a tanári értékelésnél, mert akkor ott el tudja mondani, hogy mi ez az apró rész, ami esetleg nem sikerült benne. Vissza. Igen, visszaadom. Ha visszaveszem a képet, akkor itt lehet látni, hogy a két diákomból már egy le is adta ezt a feladatot. Ha erre rákattintok, akkor nekem, mint tanár, jelenik meg az értékelő lap. Dóra elkészítette a feladatot, és 100%-ra. Ezt a gép értékelte ki 100%-ra, Dénes pedig még nem kezdett hozzá. Itt látszik, hogy egyszer oldotta meg, a feladatban is az volt, hogy legfeljebb egy alkalommal oldhatja meg. Most látjuk, hogy ez az egy alkalom az mikor történt, ennek az eredménye 100% volt. És itt a megoldás ellenőrzése gombra rákattintok, akkor bejön nagyjából ugyanaz a kép, ami az előbb a diáknál. Itt oldalt jobbra lehet látni a feladat megoldását, ezt mi itt visszajátszásnak hívjuk, és itt balra pedig az elért pontszám. Itt a pontszámot lehet módosítani, hogyha a tanár szeretné. Mivel ez 100% volt, hát nagyobbat nem adhat, mint 100, csak maximum 5 pontot, tehát 5 pontnál nagyobbat nem adhat, és ide írhat valami szövegeset, hogy ez szép volt. Ezt elmenti, visszatérek ide a feladathoz, illetve visszatérek ide a feladatok listába. Ezt, amit én az előbb megadtam, ezt az értékelést, ezt a diák ott láthatja. Még itt egy menüpont, ha visszamegyek ide, hogy itt, hogy megjegyzések. Ha rámegyek erre a kis panelre, akkor ehhez a feladathoz ennek a diáknak itt meg tudjuk beszélni a diákkal tulajdonképpen ennek a feladatnak a menetét, ha vannak kérdései, akkor itt tudok személyre szabott válaszokat adni a kérdéseire. És akkor most visszaadom a Nettának, akkor láthatjuk egyrészt a megoldást is fogjuk látni, azt, hogy én adtam egy értékelést, most igen. Én kaptam egy szöveges értékelést, ez szép volt, nézzük, igen, látom, hogy üzenetem érkezett, tehát ez az üzenet, amit most már itt mutatok is, ez itt megérkezett nekem, és mit szeretnél még megnézni ezen az oldalon? Ha itt a megjegyzésre. Megjegyzés, igen, tehát itt tudunk. Alul, akkor megjelenik itt jobbra a panel. Bocsánat, csak kérdezem. Igen.
ez szép volt, a tanár úr elküldte ezt az üzenetet, és itt lehet visszaírni. Tehát minden egyes feladatot meg tudunk vitatni a diákkal, külön nem kell az üzenőfalra kiírni a feladathoz tartozó eredményt, úgyhogy a többiek is lássák. Jó, visszaveszem a képernyőt. Egy szöveges feladatot osztok ki. Most már két feladat van kiosztva. Egy szöveges feladatot osztok ki. Az új szöveges feladat, itt mindent nekünk kell megadni, hiszen nincsen minta, ami alapján csak kiválasztanánk és már küldhetnénk is. Ez a szöveges feladat, ide írjuk be a kérdésünket, vagy feltöltünk egy fájlt. Én betöltök ide egyet, lehet látni, hogy csoportosítsd ezeket a mondatokat, melyik demokratikus és melyik nem demokratikus. Itt egy fájlt fel lehet tölteni, a fájl feltöltésnél úgy be lehet húzni, vagy a szokásos módon fel lehet tölteni. Van nekem itt egy feladatom, azt bele tudom húzni, és már is bemásoltam oda egy történelem demót, ezt tovább küldöm. Megvan a feladat, most ugyanúgy a megosztást itt meg kell adni. Itt gyakorló kiosztás van, azért nincsen benne vizsgakiosztás, mert a vizsgakiosztás arra vonatkozik, hogy láthatja-e a megoldást, vagy nem láthatja, de ebben úgyse láthatja a megoldást, hiszen nem egy előre elkészített feladatot adunk oda, amihez már van megoldásunk, hanem mi, mint tanár, majd később fogjuk ezt kiértékelni. Határidőket természetesen tudunk adni, leadás határideje, és a lejátszások maximális száma, ez azt jelenti, hogy hányszor adhatja be a diák. Most jelenleg egyszer ezt elküldjük, és látható, hogy a szöveges feladatunk is megjelent, nulla megoldás van eddig. És akkor visszaadom a szót. Köszönöm. Én akkor ugye itt tartottam az üzeneteknél, de közben akkor én kaptam ezek szerint egy még újabb feladatok. A Kunok című feladat megérkezett nekem is. Nem. Feladatot elindítom, tehát megérkezett a szöveges feladatom. Csoportosítanom kell, hogy melyik demokratikus, melyik nem demokratikus, és meg tudom nézni ezt a PDF-et, ezt most nem nyitom ki, hogy ezzel ne vigyük el az időt, ezeket pedig nyilván megpróbálom valamilyen módon csoportosítani aláhúzással, vagy bármi mással. Ezt ide a válaszomba bemásolom, és ugyanúgy, mint egy szövegszerkesztővel tudok dolgozni ezzel. Tehát például mondjuk aláhúzással jelölöm azt, amit nem, az a szövegszíne volt. Akkor mondjuk félkövére teszem az egyes, mondjuk a demokratikusokat. Most csak jelölgetek össze-vissza, tehát nem értelemszerűen, csak megmutatom, hogy hogyan működik. És esetleg még ideírom, hogy demokratikus félkövér, és beküldöm a tanárnak. Sikeresen beadtam a feladatomat. Most átadom a tanárnak a képernyőt, hogy megnézhesse, hogy nála hogyan jelenik meg. Igen. Tehát itt vagyunk, tátos csoport, feladatok, és itt a szöveges feladatban látom, hogy már egy valaki megcsinálta, Dóra elkészítette, beadta, mikor adta be Dóra. Igen, a szöveges feladat, megoldás ellenőrzése,
itt volt az én kérdésem, itt van a válasz, és ide tudok írni egy értékelést. Most itt jelenleg százalékban lehet megadni, hogy ez pompás volt, 100% volt, és nagyon, nagyon jó. Amikor ezt így végig szenvedtük a gyerekkel, akkor megmutatjuk neki, hogy igazából hol tudott volna utána nézni. Van itt egy okos feladat, 5. osztály, tantárgy, történelem, és itt beírjuk azt, hogy demokrácia, akkor hát én ezt innen vettem, a demokrácia jellemzőit, ezt kiosztom egy sima megosztásban, és a feladat az már is itt van, egy okos feladatban. Tehát, ha a diákok ezt nem találják meg, ha meg pedig megtalálják, akkor nagyon ügyesek, mert az interneten tudtak keresni, illetve itt az NKP felületén. A tanuló csoportokban a feladatokon felül van egy olyan menüpont, hogy eredmények. És az eredményeknél itt vannak a diákok. Megnézzük, hogy Dóra volt az aktívabb. Itt láthatjuk, hogy Dóra a szöveges feladatra mikor adta be a megoldását, milyen eredménnyel, milyen összpontszámmal, illetve a kunak feladatot is megoldotta. Dénes is megoldotta. Igen. De ketten megoldották. Itt azt lehet látni, hogy mikor készítették el a feladatot. Ki lehet osztani még itt okos feladat sort is. Az okos feladat sorok nagyon sok feladatot tartalmaznak egyszerre. Ugyanúgy ki lehet választani, melyik osztály, melyik tantárgy, és meg lehet osztani. Itt ezt a okos feladatsort. Akkor itt látjuk, hogy ez egy feladatsor, eddig azt láttuk, hogy feladat. Az eredmények, a feladatok eredmények és csoportokon felül található még itt ez a csoportmappa. A csoportmappát jelenleg csak a tanár kezelheti, ő tehet ide fel fájlt, ő készített mappát. Sokat gondolkoztunk, hogy hogy legyen. Lehet, hogy majd megengedjük, hogy a diák tölthessen ide fel, és akkor ne kelljen máshová tölteni, de még ez egyelőre még döntés kérdése. Azt nem akarjuk, hogy ide nagyon sok fájlt föltöltsenek a diákok, olyat is, amit nem kellene. Elsősorban ez arra van, hogy ha a tanár talált valami nagyon jó PPT-t, vagy készített egy PPT-t, akkor itt tudja elsősorban közreadni. Tehát gyakorlatilag a tanulócsoport az arról szól, hogy az okos feladatokat ki lehet osztani, szöveges feladatot lehet készíteni, és erre a gyereket válaszolni, a sima megosztással, gyakorló kiosztással és vizsgamódbeli kiosztással. Hogyha a feladatnak a kiosztása nem volt elég egyértelmű, vagy még azt kellene, hogy még egy kicsit gyakorolassanak, akkor ezt vissza tudunk ide menni, és még tudjuk módosítani azt, hogy ne csak egyszer lehessen lejátszani, hanem kétszer. Most ennek itt megváltoztattam a lejátszások számát 2-re, és hogyha ezt megcsinálja Dóra, akkor látni fogjuk, hogy milyen az, hogyha nem egyszer készítették el a feladatot, hanem legalább kétszer. És akkor visszaadom a szót. Jó. És ez az, amit megkaptam, ugye, újra, hogy készítsem el. Jó.
elindítom a feladatokat, bedobálom a válaszokat, most ez tényleg csak ilyen dobálás szinten, ellenőrzöm, és hát látom, hogy hú, hát nem sikerült olyan nagyon-nagyon jól, úgyhogy megnézem a választ, és megkapom, hogy mit kellett volna tennem. Akkor itt ez egy feladatsor, tehát akkor van még benne más kérdés is. Ú, sajnos itt még rosszabb vagyok. Meg tudom nézni, hogy melyik a jó válasz. Igen. Bocsánat, tényleg csak ilyen haladok, hogy... És akkor a végén azt mondom, hogy végeztem, és vállalom ezt a gyalázatos 9%-ot, amit elértem. És ilyenkor még a feladatot folytatni tudom, mert nem fejeztem be az előbb, úgyhogy akkor ezt itt végig is tudom csinálni. Jó. Hát ezt most nem csinálom végig, mert ez egy hosszú feladatsor, hanem csak így beadom, hogy ennyit értem el, 14%-ot. Jó, visszaveszem a képernyőt, akkor itt majd azt lehet látni, hogy a diák 14%-ot ért el, a diák Dóra itt a megoldás, és a hatodik feladatnál tart, mert nem fejezte be. Tehát még azt is tudom itt ellenőrizni, hogy az összes feladatból hányat készített el. Amit igazából szerettem volna mutatni az előbb, az, hogy ennek a feladatnak fölemeljük 2-re megoldási lehetőséget, most 1, tehát a kunok feladatot 2-re, és most ezt elmentem, és most még egyszer próbáld megcsinálni, Anetta, addig a kunok feladatot. Ja, a kunok, bocsánat. Igen, mert, ez az. Mert most, most igen, nem a, most éppen nem a kunokat de az is jó, hogyha mondom. Igen, onnan választott ki, ott a mennyi. Innen itt a kunokból azaz. Kiválasztom. Azaz. És a feladat igen. Újraindítása az elejéről, tehát akkor újra tudom indítani, és mondjuk most adok egy rossz választ. Igen. És... Igen. Végeztem. Végeztél. És most látszik, hogy... Itt van a kunok feladat. Bekattintok. És itt lehet látni, hogy Dóra 2 megoldást készített, és mind a 2 megoldás itt van. Itt igazából nem fejezte be a másik megoldását, mert nem nyomott az ellenőrzés gombot. Igen, valóban. Jó. Tehát összefoglalóan tanulócsoportoknál, a tanulócsoportok létrehozása szükséges, hogy legyen egy beállított iskolánk, beállított intézményünk a profillapon, egy vagy több intézmény, utána képesek vagyunk készíteni csoportot, a csoportba meg kell hívnunk csoporttagokat az e-mail címük alapján. Már regisztrált felhasználót tudunk csak meghívni. Miután őket meghívtuk, akkor az üzenőfalat lehet használni. A tanár képes az üzeneteket moderálni, törölni. Lehet látni, hogy a tanár készítette ezt az üzenetet, küldte be, vagy egy diák küldte be. Aztán a feladatok közül, a feladatoknál a feladat létrehozása kétféle módon lehet, vagy kiválasztással már létező feladatot a nagy közös feladatlistából, illetve a saját feladatlistámból. Ezen felül lehet új szöveges feladatot, vagy
néven nyitott végű feladatot készíteni, és lehet új okos feladatot vagy feladatsort, de azt igazából, ha elkészítjük, akkor utána majd vissza kell menni, és újra ki kell választani. Ez így van minden rendszernél, hiszen egy okos feladat létrehozása azért az elég bonyolult. Hogyha most ide rákattintunk, hogy új okos feladat létrehozása, akkor át fogunk menni egy másik modulba. Előtte pedig még összefoglalásképpen az eredményeknél meg lehet nézni a diákok eredményeit. Itt lehet látni, hogy hányszor készítette már el. A csoporttagoknál, azt már mondtam, itt vannak a csoporttagok, itt lehet üzeneteket küldeni a csoporttagoknak egyesével vagy az összesnek. Itt lehet a csoportmappáknál lehet készíteni mappát, és fel lehet húzni ide állományokat. Itt lehet megmódosítani a csoportnak a nevét. Itt fent. Nagyjából ennyi. A feladatoknál megnézhetjük azt, hogy hol lehet okos feladatot készíteni, illetve feladatsort hol lehet készíteni. Innen is el lehet indulni, de ha valaki tanárként regisztrált, vagyis megadott egy intézményt, akkor itt meg fog jelenni két újabb menüpont, a feladat lista és a feladat sor lista. Mind a kettő ugyanoda fog majd bemutatni a tartalomtárra. Ha ráugrunk a tartalomtárra, akkor itt a saját fájlainkat látjuk, mint tanár. Itt ez egy saját mappa, saját drive rendszer, ide húzhatunk fel állományokat, innen tudunk majd megosztani más felhasználókkal állományokat. A feladatlista itt található az én saját feladatom, saját feladataim találhatók itt, illetve a közzétett feladatok, amit már mondtam, hogy most 14 ezer van a rendszerben. Itt van szűrő, amivel viszonylag gyorsan lehet vele szűrni. A saját feladataim, ebben azt tudunk tenni, amit csak szeretnénk. Ha van egy közzétett feladat, azt le tudjuk másolni. Itt van a romantika jellemzői, erre rányomok, és akkor ezt lemásoltam ide, és a romantika jellemzői már itt is van, innen ezt meg tudom módosítani. A közzétett feladatokat nem tudom megmódosítani, mert ezek a hivatalos feladatok, viszont a saját feladataimnál már ezt meg tudom módosítani, ha ide rámegyek. Ehhez a feladatok szerkesztéséhez van felhasználói kézikönyv. A felhasználói kézikönyvet az NKP fő oldalának a legalján itt a felhasználói kézikönyvet találjuk meg. A felhasználói kézikönyv gyakorlatilag egy interaktív okos tankönyv. Van benne a tudnivalók a portáról, és itt vannak az okos feladatok bemutatása egyesével és az okos feladatok szerkesztése. Tehát itt le van írva, hogyan lehet készíteni okos feladatokat. A feladattárban, bocsánat, a tartalomtárban a feladatlistán kívül még van a feladatsor lista, ami egy hasonló listát fog eredményezni, mint a feladat, de itt ezek a feladatsorok találhatók meg. A feladatsorokban kétfélét tudunk elkészíteni, egy egyszerű feladatsort, amiben az általunk már elkészített feladatokat tudjuk beletenni, illetve van egy úgynevezett adaptív feladatsor hozzáadása. Ez az adaptív feladatsor, ez egy nagyon érdekes dolog. Több szintet tudunk létrehozni a feladatokban, és a szintekre tudunk több feladatot, de gyakorlatilag mondjuk egy 5-10-50 feladatot tudunk betenni egy darab feladatsorba, amivel aztán a gyerek egész jól el van, hiszen ahogy kattingatja, és ha megoldotta, akkor egy következő szintet ad neki, ha pedig elrontotta, akkor egyen lejjebbi szintet. Az adaptív feladatsor készítése is legalább egy ilyen fél óra a bemutatása. A feladatlistánál, az új feladatok hozzáadásánál itt jön elő a választék. Itt lehet látni, hogy hány feladattípus van most jelenleg. Ha egy egyszerű kakukktojásra rányomunk, akkor itt a kakukktojásnál nehézségi szinttől kezdve a feladat címe, leírása, illusztráció és különböző kategóriákat lehet, még metakategóriákat, ilyeneket megadni. És akkor jobb oldalon látjuk, hogy éppen hogy áll a feladatunk, amit itt készítünk bal oldalt.
Szerencsére vannak példa feladatok, nem a nulláról kell kezdenünk, és ha megnyomjuk mondjuk ezt a legelsőt, akkor be fog töltődni, és már is kaptunk egy igen nagy feladatot, amit utána tudunk módosítani. Ha az újat nem szeretnénk, hanem láttunk egy nagyon jó feladatot, akkor amint említettem, azt le tudjuk másolni, mondjuk itt vannak ezek az áldozatok a közösségért, akkor ezt lemásoltuk, átjövünk ide, meg fogjuk itt találni, és bele tudunk menni, és már is tudjuk módosítani a feladatot. Tehát viszonylag egyszerűen lehet. Itt a tartalomtárban látjuk még ezt a velem megosztott tartalmakat. Ha mondjuk valaki, egy másik tanár, a kolléga megoszt velem egy feladatot, azt itt látnám, egy megosztott tartalmat. Az általam megosztott tartalmak, azok pedig itt jelennek meg. Most úgy van megoldva a rendszer, hogy amit én megosztottam bármelyik csoportomban, az is itt megjelenik. A megosztásoknál a velem megosztott tartalmak esetén egy másik felhasználó is meg tud velem osztani. Tehát nem kell, hogy tanulócsoportban együtt legyünk, ez a tanulócsoportokon kívüli funkció. Még itt látjuk a kedvenceimet, hogyha valaki valamit bekedvelek valahol valamelyik feladatot, akkor ezek itt megjelennek. Az előzményekben pedig az, hogy én hol jártam már eddig, ezek jelennek meg. És akkor még van itt az a gyűjtemények, ezek egy ilyen könyvtárak mappák tulajdonképpen, amiben bele tudok tenni például feladatokat, ha bemegyek a feladattárba, és itt kiválasztok a feladattárban egy feladatot, például Enter, jó, igen, itt van ez a feladat, és be tudom tenni a kedvencekbe ezt a feladatot, vagy azt mondhatom rá, hogy ez tetszik, vagy ment is a gyűjteménybe, és itt van a történelem mappám, amit amott lehetett látni, és itt ezt a történelem mappára rákattintok, akkor ide betette a mappámba, a tartalomtárba, gyűjteményeim, történelem, és nagy valószínűséggel itt a Mátyás király, azt hiszem ez volt az a feladat. Tehát össze tudod gyűjteni a gyűjteményekbe tartalmakat innen a portálról. Amit még érdemes, itt teszel az üzenetek, itt tudok üzeneteket küldeni a felhasználóknak, akiknek tudom az e-mail címeit, illetve ide érkeznek be a tanulócsoportokban keletkezett üzenetek is, például Dóra megköszönte ezt itt nekem. A tartalomtár, feladatlista, feladatsor is a tanulócsoportok üzenetek, és még van utoljára ez az óravázlatok. Az óravázlatokat egy másik projekt keretében készítették el, hogy megnézzük, több mint 6000 óravázlat van. Az óravázlatok műveltségi területenként, iskolatípusonként, tantárgyanként és évfolyamonként vannak csoportosítva. Egy-egy óravázlat az adatlappal és az különféle időkeretekkel készül el, tehát a tapasztalatok, vagy még lehet mellékleteket is készíteni ezekhez az óravázlatokhoz. Itt a 6200 óravázlat között lehet keresgélni. És hát körülbelül nagyjából szerintem itt a végére is értünk.